Szevasztok, Peti vagyok és az Ava Group média csatornát nézitek. Ma folytatjuk a legutóbbi témát, ami ugye a szingatlan bérbevételéről szólt. Itt Németországban az előző videó linkjét megtaláljátok itt a videó alatt. És ahogy azt ígértem, a mai epizód arról szól, hogy hogy lehet ingatlant vásárolni Németországban, mi a menete, milyen költségei vannak. A videónak az apropóját egyéb iránt az adja, hogy mi megvásároltuk itt a fölöttünk lévő ingatlant, mert ezt, ahol mi most lakunk, az béreljük, és pár hete megvásároltuk ezt a lakást, illetve két hét előtte szintén voltam a közjegyzőnél egy ismerősnek segíteni, fordítani, szintén ingatlan vételvel kapcsolatban, ők meg itt a mellettünk lévő háznak a tetején lévő, nem tetején, második emeletén lévő Lakást vették meg, úgyhogy ha érdekel a téma, maradjatok itt velünk! Mint láthatjátok, kijöttem az elkére, mert a lakásban Lényegesen melegebb van, itt meg legalább jár egy kicsi szellő, úgyhogy hallhatjátok a madárcsi serkés remélhetőleg, meg néhány autót. Sajnos itt elég sok autó jár, majd megpróbálom kivágni, hogyha hangosabb autók jönnek. Tehát akkor kezdjük mindjárt az ingatlan kereséssel. Ugye az első az, hogy megtaláljátok azt az ingatlant, amit meg szeretnétek vásárolni, és itt van az első nagyon fontos pont, hogy ha lehet, akkor próbáljátok meg elkerülni azt a szituációt, hogy ingatlan közvetítőn keresztül találjatok ingatlant, mert kemény 3,75%-nyi összeget, tehát a vételár 3,75%-át nektek ki fogja számlázni. Ez itt Németországban törvényben van foglalva hogy mennyit kérhet el, mi a maximum, nyilván minden ingatlanos el fogja kérni. Mi is sajnos úgy jártunk itt ebben az ingatlannal, hogy ugyan egy lépcsőházban vagyunk, és nem is tudtuk, hogy ingatlan közvetítőnél van a lakás. Mi fölmentünk megkérdezni, hogy akkor, hogy eladja, akkor szóba jöhetünk-e, és ő akkor már aláírta az ingatlan közvetítővel a szerződést. Míg Magyarországon vannak olyan ingatlan közvetítők, akik nem kizárólagos ingatlan közvetítői szerződést kötnek az ingatlan tulajdonosaival. Itt Németországban ilyen nincs, vagy legalábbis elenyésző, soha nem láttam ilyet. Mindig mindenki kizárólagos szerződés köt. Tehát a kizárólagos szerződés azt jelenti, hogyha te, mint ingatlan tulajdonos, te magad találod meg az ő hirdetésétől függetlenül az új bevőt, és soha nem látta az ingatlanos hirdetést, soha nem beszélt az ingatlan közvetítővel, akkor is ki kell fizetned neked is, mint eladó. Itt Németországban 1,35% vagy 1,70% és a vevőnek a 3,75%-nyi jutalékot, amit az indaktan közvetítő anélkül megkap, hogy bármit tett volna, a mi esetünkben is így volt. Fölmentem egy emellettel, följebb becsöngettem a kedves szomszédhoz, hogy hallom, hogy eladod a lakásodat, mi lenne, hogyha mi vennénk meg. Aznap meg is egyeztünk, de mivel már alá volt írva az ingatlanossal a szerződés, ezért ki kellett fizetnie neki is, meg nekem is az ingatlan közvetítő jutalékát. Elég mocskos dolog, de hát ez van. A következő az ingatlan vásárlásnál természetesen meg kell nézni, hogy az az ingatlan milyen állapotban van, körbe kell menni, föl kell írni a hibákat, meg kell nézni azt, hogy miután kiköltözött az adott illető, aki eddig lakta vagy tulajdonában volt a lakás, akkor a kettő időpont között, tehát az első megtekintés meg az átadás között ne romoljon az ingatlan állapota. De mint mondtam, ez a videó arról szól, hogy mi a menete az ingatlan vásárlásnak, illetve ugye a hitelezésnek, mert hát nekünk se volt meg a kellő anyagi tőkénk ahhoz, hogy egy ilyen ö, nagyobb értékű lakást megvegyünk. Nagyobb értékű ugye magyar viszonylatban nagyobb értékű, igazából német viszonylatban meglehetősen olcsón vettük meg a lakást, de Magyarországon ezért a pénzért kettő, ennél lehet, hogy nagyobb lakást is kapsz, de hát ez a különbség kelet meg Nyugat-Európa között. Abban az esetben ugye, hogyha egy ingatlan közvetítő is már szerepet kap, pedig nem is akartátok volna, akkor egyszer lekerülni az ingatlan tulajával és az ingatlan közvetítővel. Az ingatlan közvetítő kikérdez minden olyan adatot, amire szüksége lesz majd a közjegyzőnél. Ugyanis legalább annyit tegye meg az ingatlan közvetítő, ha már pénzt kap, hogy menjen el az ö, közjegyzőhöz, és írassa meg a szerződést, egyeztesse le annak részleteit, és ö, utána pedig vegye kézbe az egész dolognak az intézését. Ilyenkor természetesen lemásolják a ti igazolványotokat, útleveleteket, hisz kell az zingatlanos vagy a közjegyzőnél az, hogy mi a nevetek, hol születetek, hogy amennyiben házastársak vásárolják az ingatlant, akkor ugye nyilatkozni kell arról, hogy házastársak vagytok, illetve hogy van-e házassági szerződésetek. Tehát, ők beleírják a szerződésbe azt, hogy van-e házassági szerződésetek, illetve beleírják majd a szerződésbe, hogy milyen arányban, tehát hogy mondjuk 50-50, vagy milyen arányban vásárolja a két tulajdonos, lendő tulajdonos az ingatlant. Esküszöm nagyobb forgalomban, mint a terészkörúta. Ezekkel az információkkal az ingatlanközvetítő elmegy a közjegyzőhöz, a közjegyző pedig fog adni egy időpont javaslatot, hogy mikor vár mindenkit, tehát az ingatlanost, a régi tulajt, az új tulajt ott nála az irodában. Fontos még egy pont, amit érdemes már most az elején tisztázni ennél az adategyeztetésnél, hogy ugye, mint mondtam már az ingatlan béroldásnál is, hogy a németek konyha meg mindenféle ingóság nélkül adnak át ingatlant. Mégis, hogyha úgy egyeztek meg, hogy mondjuk például, mint a mi esetünkben, bemarad a régi konyha, úgyhogy még egyszer szerelhetem majd be a mosogatógépet, tehát bemarad a régi konyha, akkor annak megállapodtok egy bizonyos árában. Ez az ár, tehát a konyha ára, az pedig csökkenteni fogja az ingatlan vételárát. Ez azért fontos, mert az ingatlan nettó vételára után kell majd ingatlan adót, tehát ilyen ingatlanvásárlási adót fizetnetek. Amennyiben természetesen hitelre veszitek a lakást, mint ahogy azt mi is tettük, akkor érdemes egyből az első, még az ingatlanossal való találkozás előtt elszaladni a bankhoz és ott kérni egy hitelt, illetve egyben egy hitelbírálatot hitelbírálat itt Németországban a Sparkasszénál meglehetősen egyszerűen zajlik. Vinnetek meg kell magatokkal háromhavi havi bérpapír, tehát mindenki minden hónap végén kap egy ilyen DIN A4-es lapot, ami rajta van, hogy mennyi dolgozott, mennyi a bére, mennyi az adólevonások. Ebből három havit magatokkal visztek. A bankos meggyőződik arról, hogy három, hava, három hónapja stabilan mindig ugyanannyi pénzt, vagy hát lehetőleg többet, egyre többet kaptok, és majd egy sima táblázatba vagy papíron, vagy a monitoron egy táblázatban megnézi, hogy a ti adott éves jövedelmetek mellett mennyi pénzből kell a táblázat szerint havonta megélnetek. Megkérdezi még igazából azt, hogy van-e autótok, vagy valami, de igazából nem sok vizet zavar, mert simán azt fogja megnézni, hogy mondok egy számot, kerestek ketten 2000 eurót, és a táblázat azt mondja, hogy nektek ezer euróból kell, hogy kijöjjetek az éves keresetetek alapján egy hónapba, akkor a maradék 1000 euróért kaptok hitelt. Tehát gyakorlatilag itt Németországban papíron kinulázhatjátok magatokat, ha maradott a számolás végén 1000 euró, akkor 1000 euróig meg fogjátok kapni a hiteleteket. Ekkor alá kell írni néhány papírt, nyilván, hogyha mind a ketten vásároljátok a lakást, akkor mind a kettőtöknek alá kell írni, és a bank fölküldi a központba a béleti szerződést, eh, akarom mondani, illetve a bank fölküldi a központba a szerződés javaslatot, és akkor meg el fog készülni a hitelszerződés. Ezen a terminen kaptok egy papírt, ami arról nyilatkozik a bank, hogy ti meg fogjátok kapni ezt a pénzt. Ezzel a papírral Érdemes elmenni, vagy hát, hogyha találkoztok a ingatlan közvetítővel, meg az ingatlan tulajdonosával, akkor érdemes, hogyha nálatok van ez a papír, mert ezzel igazoljátok, hogy a ö, finanszírozás rendben van. És akkor a következő lépés az, hogy amikor megvan a közjegyzőnél az időpont, arról értesítitek a bankotokat, hogy melyik közjegyzőnél mikor lesz az időpont, mert a bank küld egy levelet a közjegyzőnek, és az ingatlan adásvételi szerződés után közvetlen, tehát a régi tulaj meg az ingatlanos kivonulti, benn a közjegyzőnél, és megírjátok azt a papírt a közjegyzőnél, ami alapján a bank ugye kiforgathat titeket a vagyonatokból, hogyha nem fizetitek a hitelt. Na de egy kicsit előre szaladtunk, eljön a közjegyzői időpont. Nagyon fontos az, hogy jogilag Németországban, hogyha nem beszéltek elég jól németül, akkor a közjegyző azt mondhatja, hogy nem érvényes az okiratba foglalás, le, le, leállítja az egészet, mindenki mehet haza, kaptok egy új időpontot, amikor hoznotok hozzát, kell magatokkal. Nem muszáj egy hiteles uh, fordítónak lennie, tehát úgy én is, mint barát, elmehettem a leendő szomszédunkhoz uh, nak segíteni a közjegyzőnél, de valaki, aki megfelelően beszél németül, azt magatokkal kell vinni. Ha tudjátok előre, hogy mondjuk a férj vagy a feleség nem beszél eléggé németül, vagy esetleg mindketten, akkor már előre kell azt jelezni, hogy egy tolmács fog részt venni a közjegyzői okirat aláírásánál, mert neki is ott kell lenni, és neki is alá kell írnia majd a papírokat, hogy ugye ő fordított. És hát nyilván ennél fogva ez bele is van foglalva az okiratba, hogy ki jött el fordítani. Hát ez nem igaz. Azért az mindenkinek szólok, vagy mindenkit féltve intek, hogyha be is vállalja azt, hogy elmegy a közvegyzőhöz adásvételi szerződést fordítani, tehát én eddig azt hittem, hogy tudok németül, de ezek után a közjegyzői terminusok után e, nagyon durva a jogszöveg. Nem az a baj, hogy a szavakat nem érted, hanem ilyen féloldalas barokk körmondatok vannak, és még egy, az egyes szavakat le tudod fordítani, meg az egyes mondatrészeket, de hogy annak az a mondat, az a féloldalas barokk körmondat valójában mit akar jelenteni, hát e, még a német kollega is csak úgy kamillázott néha. De hát ez van. Tehát amennyiben úgy van, hogy valamelyik kötők vagy mindketten nem érzi eléggé fitnek magát a németben, inkább vigyetek magatokkal egy ö, tolmácsot, mert, mint mondtam, a közjegyző leállíthatja az egészet. Két helyen belekérd ez a szerződésbe, és akkor azt mondja, hogy úgy, élj meg, úgy éli meg, hogy ti nem beszéltek eléggé németül, és jöjjetek vissza tolmácsal. A finanszírozásnál van még egy fontos pont. Méghozzá most spárkasszérról beszélünk, itt vannak ö, tapasztalatok, hogy ö, igenis itt Németországban lehet úgy venni ingatlant, hogy nincsen önerőtök, mindaddig, ameddig a felbevendő hitel összege nem haladja meg az ingatlan értékének 120%-át. Hogyha 20%-kal vagy annál több pénzt szeretnétek fölvenni, mert még felújítani is kell, mint amint az ingatlan ö, ér, akkor mindenféle Képpen kell önerőtök legyen. Nekünk a pankos csávó amúgy úgy mondta, hogy amennyiben, ha ilyen 120%-os finanszírozás van, akkor legalább adnak a résznek meg kell lennie önerőben, ami az adó rész, a közjegyzői díj és az ingatlan közvetítőnek a díja. Ugye, hogy néz ez ki? Egyrészt van az ingatlan közvetítőnek a 3,75%-a, van a közjegyzői díj, ami majdnem kereken 2000 euróval kell számolni, és van az ingatlan adásvételéből származó adóteher. Ezt az ingatlan adásvételénél fizetendő adót amúgy Grunderwerb Steuernak hívják, minden Bundeslandban más, itt Bajorországban 3,5%-a az ingatlan nettó összegének. Esküszöm egyszer kiköltözök valami erdőbe, az hát hihetetlen, hogy ez mennyi autó jár itt. Arra oda kell figyelni, hogy mi kerül bele a szerződésbe. Sajnos itt az ingatlan közvetítő nálunk is egy megprób picit megpróbált az ingatlan előző tulajával összejátszani, és véletlenül nem egészen az került bele az első szerződés javaslatba, mint amit mi megbeszéltünk itt nálunk az asztalnál. Tehát az, hogy mikor kell átadni az ingatlant, mikor lesz fizetve, és egyáltalán hogy zajlik ez az egész átadás átvétel. Mindenféleképpen kaptok az közjegyzőtől egy szerződés javaslatot postán, amit át kell olvasni és utána azonnal jelezni kell, hogyha valami nem stimmel, ezt az ingatlan közvetítőnek jelzitek, hogyha ingatlan közvetítővel veszitek a lakást. Mi megpróbáltuk relatív gyorsan lezongorázni a dolgot, de azért egy két hetet szálljatok erre ottantól, hogy beszéltek az ingatlan közvetítővel, és mire el fog jönni a közjegyzői terminus. Nézd oda! Én már egyszer át leíttam magam, és újra fölvettem, így marad. Tehát a közjegyzők nagykönyvből írják a szerződést, tehát van egy sablon szövegük. Nálunk is nagyon jól látható volt, ugye, hogy itt egy közjegyző van a városban. A szomszédéknál is ugyanaz a szerződés volt, mint nálunk. Apróbb változtatásokkal, amiket ti kértek. Általában a közjegyző úgy írja meg a szerződést, hogy e, most elindul minden papír, ugye ti fölkerültök széjegyzékre a tulajdoni lapra, hogy majd ti lehessen az ingatlan, fölkerül a bank is majd széjegyzékre, ő pedig majd valamikor le fog kerülni a tulajdonúlapról, illetve hogyha van nekik e, bármilyen adószá adósságuk, mint tudom én, ők is valamikor hitelre vették a ingatlant, és az még nincsen kifizetve, akkor az is fölkerül előre az a tulajdonlapra, hogy itt egy adásvétel van folyamatban, és akkor őket majd jegyezzék ki, tehát a bankot, mint hitelezőt. Kezdem márni, hogy kijöttünk. Ez a procedúra amúgy, hogy mindenkit följegyezzenek a széljegyzékről, lejegyezzenek a a tulajdoni lapról ennek kell legalább négy, inkább hat hét legalábbis itt Bajorországban. Tehát hamarabb igazából itten nem lesz pénzfogyás. A szerződésekben általában az van benne, hogy amikor a, vev, az eladó jelzi írásban neked, mint vevőnek és a közjegyzőnek, hogy az ingatlan üres, akkor te felelősséged az, hogy ellenőriz az, hogy tényleg az ingatlan megfelelő állapotba ki lett -e üritve, valamint az ingatlan, akarom mondani a közjegyző, ellenőrző, hogy minden dokumentum megvan-e, tehát ami a feltétele az átírásnak, tehát hogy ti széljegyzékre küljetek egyebek, ha ez teljesül, akkor kaptok egy fizetési meghagyást a közjegyzőtől. Azon pontosan rá van, rajta van, hogy milyen bankszámla számukra kell elutalni a pénzeket, tehát ami banktartozása van neki például, azt ti egyből az ő bankjának utaljátok, a felmaradó részt neki utaljátok, ez mind benne van a fizetési meghagyásba. Ez általában úgy van, hogy a levél beérkeztétől 10 napotok van, hogy, hogy nyilván a ti bankotok, hisz ti is valószínűleg finanszírozásból fogjátok fizetni, tehát a ti bankotok elutalja a pénzeket. Amikor beérkeznek a pénzek, ugye leginkább az ő része, tehát ha a, a ő hitelén fölül fennmaradó rész megérkezik ő hozzá, akkor van kulcsátadás. Onnantól léphettek be, onnantól tietek az ingatlan. Na most ugye a gigszer az lehet, hogy esetleg a ti bankotok még a hitellel nincsen eddig kész a szívás, tehát ez alatt a négy hét alatt is folyamatosan presszionálni kell a bankot, és teljesen biztosak kell menni, hogy minden papír kész van-e ahhoz, hogyha megjön a fizetési meghagyás a közjegyzőtől, akkor azonnal, vagy hát tíz napon belül tudjatok utalni. Ugye a szerződésben benne van az, hogy az első naptól ti hajthatóvá váltok, tehát akár ki is lakoltathatnak titeket, hogyha nem fizettek időben, meg össze teljes vagyontokkal mindenetekkel feleltek a fizetésért. Ugyanakkor, hogyha ő ebben a pillanatban nem adja át az ingatlant, akkor ő is természetesen azonnali hatállyal végrehajthatóvá válik, tehát minden további intézkedés nélkül ki lehet őt lakoltatni a rendőrséggel. Itt még egyszer fölhívom a figyelmeteket, hogyha esetleg albérletben laknátok, ne felejtsétek el, hogy, hogyha másban nem egyeztetek meg, három hónap felmondási időtök van, érdemes nem belecsúszni abba a hibába, hogy még nem mondtátok föl a lakbéreteket, de már fizetni kell az első hitellészletet, meg még a lakbért is, és még közben szeretnétek mondjuk parkettát cserélni, vagy festeni a lakásban, egy bútorokat venni, mert akkor meg tudtok szorulni anyagilag. A spárkasszínál például van olyan, hogy kérhetitek, hogy eltolva, tehát pont ezért mondjuk három vagy négy hónappal később kelljen megkezdeni a törlesztést, mint ahogy a szerződés aláírás van. Úgyhogy a következő videókban például fogunk csinálni olyan videót, hogy hogy érdemes festeni, hogy érdemes parkettázni, hogy én milyen parkettát ajánlok nektek, ami kicsit drágább, de sokkal jobb minőség, könnyű lerakni, olcsóbb lerakni, tehát az anyagára drágább, de amit munkamenetben menetben megsporoltok magatoknak, azon sokkal több jön vissza. Úgyhogy lesz egy költözős videó is, amikor innen az első emeletről fölköltözünk a második emeletre, lesz akkor egy olyan festős videó, amikor ugye nekünk kimeszelve kell visszaadni a lakást. Lehet, hogy lesz megint Informatív, voltak videók, amikor ugye csináltam az informatikai hálózatot ebben a lakásban. Azt majd fönt még egyszer meg kell csinálni, egy emelettel följebb. Azon még gondolkodom, hogy abból csináljak-e új videót, vagy eléggé ér, ér, érthető volt az előző. Ezt kérlek írjátok meg kommentben, hogy legyen egy újabb ilyen belső otthoni hálózatépítős videó, vagy sem. Úgyhogy találkozunk legközelebb. Ne felejtsétek el megnyomni a like gombot, iratkozzatok fel a csatornára. Ha akartok játékos tartalmakat, akkor iratkozzatok fel az Ava Group Gaming csatornára is. És osszátok meg ezt a videót ismerőseitekkel, mert hogy ők is tudják, hogy hogy kell Németországban ingatlant venni. Ha van még kérdés, azt pedig írjátok meg kommentben. Szevasztok!